Jelentős előrehaladás történt az engedélyezési dokumentáció feldolgozásában, több fontos tender eredménnyel zárult, februárban átadták a felvonulási épületek áramellátását biztosító transformátorállomást, nyáron pedig elkezdődött az első felvonulási épületek megvalósítása is, azaz jól halad a projekt, amelynek eredményeként nemzetközi együttműködésben korszerű atomerőművi blokkok épülnek Pakson, értékelte az évet a Paks 2 vezérigazgatója. Elmondta, 400 engedéllyel rendelkezik a projekt a szakemberek a létesítési engedély megszerzéséhez szükséges dokumentáció értékelésén összeállításán dolgoznak. Az engedélyezési eljárás igen szigorú és összetett folyamatos párbeszédet, egyeztetést igényel a fővállalkozóval, hatósággal. A cél az, hogy olyan dokumentáció kerüljön 2020. június végén az Országos Atomenergia Hivatal elé, amely garantáltan megfelel a magyar és nemzetközi elvárásoknak ellentétben más országokkal, például Finnországgal nálunk a dokumentumot, ugye, mint engedélyes, Paks 2 adhatja be. Nem adhatja be a fővállalkozó, de a fővállalkozó készíti. Nyilvánvalóan ö, koprodukcióban velünk. Tehát nekünk a, ebben az engedélyezési munkában az egyik legfontosabb szerepünk az, hogy mielőtt beadjuk, akkor ellenőrizzük és biztosítsuk azt a Biztonsági, szakmai, műszaki színvonalat a dokumentációnál, amire biztosak vagyunk mi, mint mondjuk így belső hatóság, hogy ha a rendes hatósághoz, tehát az OAH-hoz és az egyéb szakhatóságokhoz bekerül a dokumentum, akkor garantáltan elfogják fogadni. A Paks 2 ZRT az engedélyezés után a létesítésre koncentrál, illetve felkészül a majdani üzemeltetésre, mert a Paks 2 ZRT feladat körébe tartozik az új blokkok üzemeltetése is. Lenkei István hangsúlyozta, a különböző feladatok különböző szakembergárdát szervezeti felépítést igényelnek. A feladatokkal összhangban változó szakemberigény kiszolgálása érdekében is jelentős lépéseket tette 2019-ben, Lenke István hozzátette, a küszöbön álló esztendő is sok szép feladatot tartogat a kollektíva számára.